Ezt az ajtózárat használják az ilyen egyszerűbb ajtókba, beltéri ajtókba persze. Ez megy leggyakrabban tönkre. Ennek a cserélése nem egy nagy művészet, de ezt mi most azért megmutatjuk. Ha már a kezdő barkácsolóknak próbálunk kedvezni, akkor ez a legalapvetőbb munka, amit el kell végezni. Így van. Hát ez gyakorlatilag egy könnyen megvalósítható, hamar készen is vagyunk vele, és rendkívül nagy sikert tudunk belearatni, ugye? Olyan látványos eredményeket, hogy nem még aztán. Úgyhogy egy jól csukódó ajtót hagyva magunk után abszolút arathatjuk az elismerő szavakat. Halkan fúrni? Nem. Hát nem rajtam múlik, hanem a fúrón. Ha rajtad múlna, akkor tudnál. Hova tette a fúrószárakat? Na, nézd már. Hát az előbb a kezedben volt. Itt van. Tehát már most a zártnak a helyét fogod kifúrni? Igen. Nem sokat lacafacázol. De... Hát megvan ez rendesen mérve, hogy hova akarod fúrni? Meg. Hova? Mutasd már meg nekem. Kérlek szépen, innentől idáig ezt a sávot fogom kivésni. Jó. Tibi. Nem bízol a szemértékembe? Ja, hogy be se jelölted? Jaj, bocs! Jaj. De bejelöltem. Hát itt van egy vonal, ott van egy jelölő vonal, és ott van egy jelölő vonal. Nem jött senki. Nem áll, hogy itt akadunk meg. Már a fúróba sem tudod belerakni a szárat? Mi nem stimmel? Nem jó a... Vagy hát nem jó. Jó. De valamiért... Nem tudom olyan szélesre venni a... Hát ennél szélesebbre nem lehet, Tibi. Ez már a maximum. Hát de ennek bele kéne menni.
Érted. Igen, mert ez a szélesség, ez... Hát jó, végső esetben egy keskenyebben is meg tudod csinálni, csak tovább tart. Ja, hát megnézzük a keskenyebben. Hát inkább, mint a semmi. Ez túl kicsi. Az nem jó. Mi keresünk fúrószárat. De azok miért nem egy dobozban vannak, Tibi? Amiben a fúrószárakat tartod. Nincs olyan. Jaj! Na, vettek! Kifele kalapát! Reszelő! Három reszelőt is hallott, Tibi. Víső. Az jó. Csak ez nem fafúró, az a baj. Igen, ezt akartam mondani. De olyan, mintha itt egy Guinness rekordot akarnám megdönteni, hogy egy zacskóból hányféle szerszám vehető elő. Ez egyszerűen. Hát pedig ez ebbe való. Hogy nézek már bele. Hát egy picivel lehetne még kijebb. Egy icipicit. De ez az egész olyan, mintha el lenne vésve az egész. Ez a tiéd, ez a fúró? Ja. Mikor fúrtál vele utoljára? Tavaly előtt. Jó, azért erőszakolni nem nagyon érdemes. Na, ezt mondtam. Kicsit még lehet. Na! Így, de ez aztán, de már mennyire döfi. Döfi, jó, pöfi. Jó van, már jó lesz. Na. Tibi, majdnem azt mondtam, hogy erre kurva kíváncsi leszek, de akkor meg azt mondod, hogy nem jól motivállak. Vagy most vagy annyira maga biztos, hogy nem tudlak megingatni? Nincs benne kihívás. Nincs kihívás, jó. Hát egyszerűen az van, hogy... Hát ez félkaroddal a seggedben is meg tudod csinálni. Bárki. Jó. Én veled vagyok. Feltében veszem, te meg menjed be. Na. Az bebaszott volna, nem tudtam volna bekapcsolni. Az elosztóról beszélünk most éppen. Kicsit messzebb megyek, ez hangos lesz. Figyelj már, Tibi, várj, kifizetem a maradéki, amivel tovább tartasz, kifizetem. Nem igényled, hogy egy kicsit valahogy stabilizálni az ajtót, amit fúrsz? Jó. Tehát röptében is meg tudod csinálni. Simán, bármikor. Most azon gondolkodom. Még. Hát Tibi, ez fúró sem kéne, hát ezt én kiütöm neked. Azt mondom, hogy tehát, hogy ez túl azt hittem, hogy ez egy tömör fa. De hogy tömörfa? Hát itt volt a régi zár. Hát csak az nem minden volt berakva. Hanem az a másik oldal. Hát megfogom az... én ezt, Tibi. Az itt nem. Az itt volt, igen. De azért van, hogy ez itt ki van. Világos, csak most egy másik oldalról közelítjük meg a lyukat. Igen. Mondjuk lesz ez majd nehezebb is, tehát... És azt gondolom, ez a játszós része. Tehát ez a... De a nehezebb része se lesz túl nehéz, tehát... Jó van. Hú, ne fúrjon kám túl sokat. Hopp, elfordul. Nem húztad meg rendesen. Tudod, mindjárt kész vagyok. Uh-huh.
Ez miért? Ja, aha, ezt kell meghúzni. Azt mondtam, hogy nincsen meghúzva, és elfordul benne. És a mélysége? Hát ez... direkt vettem ilyen zárat, mert... De az még ott ugye innen jön, tehát ez még durván fél centi. Hát Tibi, lehet, hogy még útba lesz a hátoldal. Miért? Egy picit. Na, azt majd megvésem. Ja. Nem azért mondtam, hogy valami. Várjál, megfogom. Na. Nyomlad neki! Tudod? Valami ajtó nyikor aktív, csak ne ijedj meg. Becsukom. De a bejárati ajtót én bereteszeltem, ott nem jön be senki. Na? Akkor jó. Nem az volt. Egy mókus. Csak. Egy vérmókus. Jó, ez hülyeskedés, Tibi. Figyelj, Tibi, a testtartásodon látszik, hogy élvezem. A rombolást. Na, mit szólsz? Oké, eddig jó. Eddig jó, Tibi. Milyen széles. Hát ennél szélesebb. Ennél szélesebb. De hát ezért hoztuk a reszelőt. Igen? Igen. Azt mondod, hogy azt mázzal? Olyan vékony ez az ajtó, Tibi, hogy ez lassan elfogy. Ez nem reszelő, ez ráskor. Hoppá! Igazándiból szívem szerint, ha én laknék itt, kívül van, egy vastag acéllemezzel megerősíteni. De mintha csak egy nagyon kedves rokonot fog ide költözni, ezért szarsz bele. Ki nem szarja. Tibi, figyelj már, ez igen. Kevés ez a ráspoly. Hát ezt még a fúróval kellett volna. Nem. Látod, milyen ráspoly ez? Látom. Ez durva. Ez férfias. Ez egy komoly. Nem kutya fasza. Nem szarra a gurigázom? Hanem ráspoly. Látod, hát egyetlen mozulatomra másfél-két centit leráspolyozok. Ez így van. Már tétig érünk a fafargásban. Hú, de ügyes vagyok, baszki. De most nézd meg, hogy semmit se haladtál. Ha majdnem kész vagyok. Magasságra jó? Azt nézd már oda. Hogy jók vagyunk. Picit vedd el. Yeah. Hát azért még kéne. Jó. De arra is elég már a ráspoly szerint. Vagy még fúrózol? Kérjen. Mindig fúrja, amíg fúrhatsz. De látod, hogy neked technikailag nem egy kihívás. Nem.
varázspolyát. És attól figyeled-e? Az ingemet. Munkás ing? Munkás kockás. Azért megy ilyen jól. Egy darabig lakott ebbe a lakásba egy macska. De nem ő volt az albérlőd. Hát nem de fizetett. De volt vele ember. Nem volt vele ember. Nem, mert nem lakott itt senki. Hogy lakott itt egy macska? Hát ez az, tehát hogy ez az ár nem működött jól. És bejött. És egyszer jöttem fel valamit csinálni, és itt ült, és nézett. De teljesen be volt rendezkedve, tehát hozott be minden... Hát hozott maga mindent. Behozta az ágyat. Étkészlet minden szívszer. És amikor megláttad, akkor mit mondtál neki? Hát mondtam, hogy csak néztem. Mondtál, hogy hát te ki a fasz vagy? Fasz keresem. És hogy mit mondod? Hát, hogy nyá. És kitessékelted? Neki kimenekült. Na, most próbáljuk bele tenni. Szerintem még legalább egy másfél milliméter kell. Szerintem is. Hát lesz az kettő is. Azon gondolkodom. Erősebb, férfiasabb mozdulatokkal kéne ezt, Tibi. Csak simogatod a ráspolyjal. Mi lenne, ha másik oldalával csinálnád? Ezzel a ívessel? Igen, hát azzal haladsz jobban, meg kisebb felület, tehát nagyobb erőt tudsz kifejteni. De így is kurva erős vagyok. Na, figyelj! Csináld meg itt fölül, még egy kicsit szélesítsed, és megnézzük, hogy mi az a szélesség, ahova már befér, benyomjuk a sarkát, és akkor onnan már tudod majd, hogy lefele mennyit kell csinálni. Na jó, akkor oda próbálom én. Tibi, ez még 3 mm legalább. Tedd oda! Hát nézd meg! Azt mondom, hogy tedd oda! Hát már nem fog maradni az ajtóból. Hadd üssem meg! Jó. Tibi. Itt jön az, amitől féltem. Mi? Hogy nem elég. Tehát, hogy el fog fogyni ez a léc. A takaró léc. Tehát óvatosan csináld. Óvatosan csinálom. Hát mondjuk az a baj, hogy egyébként tényleg nagyon vékony. Hát nagyon vékony az egész. Az egész szerkezet. Szentlélek tartja már csak. És akkor még az álszerkezet... Nem károgok. Nem jó, hogy hoztam vésőt. Isten. De most miért az aljával folytatod? Mert úgy jó. Mert a nehezét a végére hagyod. Nem, mert ott úgyis magától ki fog esni. Ettől félek. Tudod, megy ez? Uh-huh. Nem véletlen találtam én ezt ki, hogy így kell. Nem a fúróra fel lehet szerelni valami jót az elejére. Ami oldalirányba is mar, és azaz egy szerszám elég lett volna ez az egészhez? Fúróra nem, de van olyan szerszám. Hát jó, külön szerszám, azt tudom, hogy van. De fúróra sem is. Szerintem maga arra is van.
pontosabban ne feszekesd. Na, tudod, már nem is horgácsok jönnek. Nem, az egész autó. De figyelj, ez így... Szerintem ez így tökéletes. Na, megnézzük a szélességet. Bolond ember, hát itt még... Jó, azt értem. Az ott már kb. Jó, a tepeje. Itt már, itt látod, alja is. Az alját is külön csináld meg. Tudod? Aha. Jó, ne. Hát igen. Tehát ez lenne, ez a legszélesebb részt kéne végigvinni, de az már ilyen precíziós, hát tudjuk. Hát az lesz még azé, az ráspolyos. A ráspolyos. Csak még ezt a részét akarom kivésni. Nem merem megfeszíteni, mert hát félre kiszakad. A szomszéd bácsi. Akit hát nem nevezhetünk túl jó indulatúnak. Mondhatni egy kötözködő ember. Miket szokott mondani? Hát, hogy hét után nincs porszívózás. Nem fúrunk, faragunk, ez a jongjunk. Tibi, ezt én is mondanám. Az tényleg nem illik. Na, szerinted rámenjek a ráspolyra? Szerintem ráspolyozzunk. Aztán persze ez nagyon csalók a tévé, mert ha így belenézel, akkor látod, hogy befele menet egyre szűkül a hely. Igen. De először érjük el azt, hogy au, hogy teljes magasságban az eleje jó. Meg azt gondolom, hogy ez a mélység sem. A mélység biztos, hogy nem jó, azt mondtam elég. Az elején. A fölül igen, tehát ezen egész idáig, ameddig az ujjamat látod, tehát kb. Félig. Mi? Ott már lejjebb meg kisebb a hely. És lejjebb van kisebb hely. Szerintem a felső is kevés lesz. Nem, mert nagyon keskeny. Direkt vettem egy keskeny. Hát nézzük bele! Tibi, jöjjön el az igazság pillanata. Á, még mindig szorul. Nem. Úgy ráspajoznék, de nekem tartanom kell a mikrofont. De ez már csak tényleg fél milliméter. Hát az alsóval. Onnan egy picit, és a... Kibaszott ügyes vagyok. Igen, hogy ügyes. És még úgy lejöttem a rásporozást. De még mindig nem... Aha. Most van az, Tibi, hogy befele szűkül. Nem akarsz a fúróval egy kicsit neki menni? Nézzük meg, mit tud a fúró. Azt mondja, hogy? Ahhoz legalább nem kell izomerő. Mondjuk erőn van.
hát az nem van. Azzal egyébként aztán nem állsz. Ez az! Úgy. Göb. Göbszerű. Képződ mi? Ezt megpróbálom. Ezt olyan rendbe tenni. Inkább nagyobb legyen, mint kisebb, Tili. Nem. Inkább pont akkora legyen, mint amikor kell. Ja jó, igen. De ez nincs a választató lehetőségek között. Már tök jó. Ne erőszakold. Tehát itt már teljesen jó. Ott teljesen jó. Az teljesen jó. Itt? Szerintem, tudod mi van, Tibi? Megmondom én mi van. Hogy még mindig nem elég magas. Az van. Még menjünk lefele. És még mindig nem elég magas. Ne, erőszakod. De már ez pont jó. Ez így tökéletes. Igen. Hát most már csak... Itt megnézed. Ajjajjajjaj. Ezt a kis részt kell kivésnem. Ezt. Tehát a festékig. A festékig. Mondjuk. Vagy még addig se. Vagy várjál? De. Mert de itt addig megy meg még ugye beljebb megy. Tehát annyira... Nem ez így, hogy passzentos. Ez nem csak amiatt jó, hogy... Ezt vésni fogod? Vésni. Ezt is itt megvágom, addig, ameddig, hogy ne menjen semmiképp se tovább. Azt reméled, hogy ez együttésre ki fog esni az egész? Na, azt nem tudom. Figyelj. Ez mintha szarnak az előre. Te szobrázkodtál valaha? Tehát, hogy már bánnyal végül. Most jön az, hogy te igen? Én ezt mondom a mozdulataidból, én ezt kikövetkezem. Hogy... Az is ilyen tehát az is egy darabos nagyon... mozgással kell csinálni, mint ahogy ezt csinálod? Hát nem, az ugyanazzal a precíziós mozdulatokkal, mint ahogyan most csinálom. De hogy érezned kell az anyag... Got. Az anyagot magát, tehát hogy ő... Tehát, hogy hol vannak itt az anyagban repedések. Jöttem. Tehát azokkal vigyázni kell. Egyrészt vigyázni kell. Még ugye bele kell... kalkulálni a formába. Tehát, hogy kis Jézusnak azt faragni, akkor azért azt át kell gondolnod. Hogy az hogy legyen.
És nem kell félni az erőtől. Akkor én nem félek, viszont attól igen, hogy az ablakod ki fog törni. Az ilyen erős ütésektől. Tehát, hogy tényleg csak az kell, hogy... Az ember ráérezed az anyagra. Tehát, hogy hol... Na, dolgozzál. Adja meg magát. Nem akarod megnézni, hogy de. Hogy állunk a mélységgel? De. Itt még nyilván kell majd egy kicsit. Igen. Itt az alján üt még. Kicsit. A festékig ki kell szedni az egészet. Én is azt gyanítom. Mi lenne, ha innen fúrnál tudod? Ezt még így leszedhetted volna most már. Továbbra is azt mondom, Tibi, hogy én a domború felé megcsinálom. Sőt.
hogyha mi nem csináltunk ilyen volt, ilyen lett felvételeket. Pedig van telefonom. Na! Na! Nézzük! Hol járunk? Én ezt a köböt kivettem volna még az aljából, de ha nem, nem. Hát többé, most már tényleg csak milliméterekről van szó. Ez itt. Ja. De ugye nem elégszünk meg fél megoldással. Nem, nem. Tehát ennek rá kell simulnia. Rá kell simulnia, az úgy lesz jó. Jó, most már nem tudod kivenni. Én most már azt mondom, hogy akkor próbáljuk bele legközelebb, amikor már tökéletes, jó? Innen is vedd ki azt az aljából azt a követ. Hogy elkezdett fújni a szél? Az anya picsáját. Örülsz, mikor ekkora darabok jönnek ki, mi? Akkor jön ki, amekkorát kimértem. És megálmodtam. Jó. Azt reszelő. Vagy ráspó. Csak lögdösen az ajtót, tényleg. Figyelj, Tibi, most azt várom, hogyha a sarkokat is jól megcsinálod. Igen, hogy jó, hogy jó ez itt már jó lesz. Én is azt úgy érzem. Csak ugye a sarkokat ne nagyold el, mert akkor fog becsúszni. És azon gondolkodtam még, hogy ugye beteszem. Őt. Figyelj, ezt vegyük már le innen. Ja. Amúgy is megöregedett a nyak. Körömreszelővel csinálod? Mi az? Hát ugye ez az, ami egyébként tök jó, mert abban a rezgős fejűbe, ha beteszed, ja, akkor... Ja, ez az. Csak nincs hozzá. Csak nincs hozzá. A gép. A gép hiányzik. A gép maga. A fejben jó vagyok. De Tibi, nekünk olyan baromi jó a kezünk, hogy egy fúrószálat, hogyha két ujjunk közé becsippentünk, tudjuk úgy pörgetni, hogy fúró legyen belőle. Tibi, megmondom én neked, mi a baj. Te is érzed.
hogy így még egy picit kéne. Igen. Tehát amire már azt hittük, hogy kész, ott még igényli. Milyen szerszám után nézel? Nézel, hogy van-e más? Tehát mi? Hogy a ráspolyon kívül van egy hát más eszközön. Igen, mert ez ugye itt. Tehát az utolsó 1 milliméteren ez a... De itt, már itt az a kívül, ahonnan elindul, ott is még kéne egy nagyon picike. Jaj, Tibi, ne már! Ja, azt hittem a külsejét akarod. A külsejétben azt ráspolyjal le tudom szedni. Nem. Nem pont ilyen inge van a miniszterelnök úr? Nem, hál' Istennek. Szerintem meg pont ilyen. Nem, sokkal csúnyább. De ezek a színek. És ez a minta. Csak az övé nem Pierre Cardin, mint a tiéd. Jó. És most jöhet innen. Ez az. Most lesz a jó. Hogy viszont ide is kell faragnom egy fát. Hát ha rendesen meg akarod csinálni, akkor persze. Igen. Hol akadsz te, majom? Itt. Aha. Itt már rögtön megakad. Nem ott akad meg, hanem ja. Itt bent. Hát akkor viszont ez nem párhuzamos, amit véstél. Még mindig. Ah, még mindig az van. Hogy még az nem párhuzamos most. Itt jó? Ja, vedd. Ugye nem kezdtél volna elevésni, mikor még benn van az ujjam? Dehogy nem. Ne viccelj már. Csillag be benne sem. Most már túl mély lesz. Tibi, tudjál már megállni. Azt mondtad, hogy hagyjam abba? Na, toljuk rá egy ásolt. Sorok nem jó, igen. Pici sorok. Várjál? Na miért? Szerszámváltás.
mondod? Én úgy érzem, hogy... Hát Tibi, tetszetős a lyuk, az tény. Na, Tibi. Hát ez... Hát most mi? Ez gyakorlatilag jó. Hát nem. Hát nézd. Nem a probléma. Az, hogy ferde a lyuk. Tehát ez a fala nem párhuzamos. Semmi nem. Hát de, ezzel kéne párhuzamos legyen a lyuknak ez a fala. És nem az, hanem befele, érted, szűkül a lyuk. Ezért aztán ferdén megy bele ez, és azért nem fekszik föl teljesen erre a falra, mert ferdén megy bele. Érted? Értem én. Megelégedhetsz ezzel, de akkor meg... Érted, segget csináltál a szádból, amikor azt mondtad, hogy tökéletességre vágysz. Na mi a döntés, Tibi? Ráspol. De a ráspolyjal ott bent nem tudod. Tehát látod, hogy... Látod, hát már csak a belsejét simogatom. Igen. De csak a belül, itt kívül nem kell szélesebb. Azért mondtam. És ha még vésővel beütnél egyet, és egy jó nagy darabot lehántanál belőle, nem gondolod? Ne pofázzak bele? Hát az a baj, hogy túl vékonyan, most már ez annyira vékony. Hát de ennél nem vékonyabb, azt ez is tart. Ezt de már látom, hogy mit. Igen, már érzem is a kezedben. Annyira... Meg gömbölyű a vége a lyuknak. Tehát a közepétől kezdve... Az. De jön is ki valami? Még csak... Még csak adsz neki? Még csak még vezetem. Vagy Tibi, csalhatunk még úgy is. Kicsit állj meg. Igen. Most már. Hogy ráspolyjal ezen vékonyítunk. Nem. Mondjuk az csalás lenne. Na! Meglessük megint? Nézzük meg most mit tud. Gyakorlatilag tökéletes.
most már majdnem. De látod, ha felülről megnézed, hogy miről van szó. Áspolyozzunk már ebből ki egy kicsit. Nem akarok. Egy picit, nem kell semmi fél mindenkel. Mi, egyben? Innen, egy kicsit. Senki nem fogja észrevenni egy csaltót. Így lesz a jó. Ej, csálé, baszki. Mi csálé? Hát nézd már, kilátszik a lyuk. Szarom le. Hát egy kicsit erre kéne jönnie. Nem tud. Ugye, jó ez így. Hát figyelj, működni fog. Ez tökéletes. És most ebben is fogod csavarozni ezt? Vannak hozzá? Adtak hozzá a csomagba? Van itt. Nem, először kifúrom. Ha fúrod a fasz, miért fúrnád ki? Hát a fába bele lehet hajtani. Kilincs. Ja, kilincs, hát ezt ki kell. Okay. Hát meg ide is fel kell rakni az ellen. Persze. Az ellen pólust. Nem hiszem. Tibi, tudod mi lesz most? Most fogod az egészet kiszakítani. Istenem, úgyhogy óvatosan légy szíves, jó? Tehát engedd, hogy a fúró haladjon az anyagba, ne nyomjad. Semmit nem lesz. Nem, megy ez. Tehát megy ez befelé. Úgy megy, hát nem látod, de nem jön semmilyen forgás. Na most mi történik? Szerintem nem álltott volna vízszintesen tartani a fúrót, de hát még javíthatsz. Még ez amúgy sem elég. Ez még nem. Na most milyen? Megnézzük, hogy egy fog. Gergő, bazd meg! Na, mi van? Hol ez a csavar? Ja, hát ez utólag is állunk rá. Miért ez Gergő vette? Nem, én vettem még régebben. Akkor mit gergőzöl itt? Nem is kell sokat tágítani rajta. Az most mindegy, hát csak ez az érdekes. Azt értem. Csak hogy... Akarsz-e hangosan gondolkodni? Ja, persze. De két csavar is hiányzik. Jó, hát meg... Nem, mert még a doboza megvan. Mit akartam csinálni? Ja, tágítani a lyukat. Jelentsen ez bármit. Milyen büszkén vettél újabb szerszámot. Tibi elővette egy kör alakú ráspolyt. Ráspolyban is. Egyébként jó vagyok. Nagyon jó vagy a ráspoly. Jól el vagy eresztve ráspolyból. Itt van. Gyakorlatilag, hát ha azt mondom, hogy tökéletes, akkor keveset mondanék. Az a kérdés, hogy betalálok-e a lyukat.
gyakorlatilag. És most látod? Hát figyelj, végül is jó ez. Olyan furcsa, Tibi, mert most meg úgy néz ki, mintha baromira széles lyukat vágtunk pedig volna neki. Nem. Ezt nem is értem. Ja. Hát majdnem jó. Nem, ez teljesen jó. De nem, hát Tibi, ez be lesz takarva. De megmondom, mi nem jó. Mi? Hát, hogy nem merülegesen megy a kilincs, hanem ilyen irányba így. Mert hogy ez nem, amit mondtam neked, hogy ez nem szépen párhuzamosan csúszott be a lyukba. És? Ja. Azért kérdeztem az elején, hogy mik az elvárások. A tökéletes. Jó, láttam. Figyelj! Én most elégedett vagyok, hogy gyújtsunk rá. Tartsunk egy kis szünetet? Tartsunk egy kis szünetet, én rányom. Figyelj, a munka nagy része kész. Mi van még hátra? Mit irányoztál be még ma? Hát, ezt most be fogjuk ide erősíteni? Ezt mindenképpen be fogjuk ide azt erősíteni, azt még oda be fogjuk tenni. Kilincset föl. A kilincset föltesszük, és ennyi. Mert hogy? Hát meg belepróbáljuk ezt a lécet. Azt belepróbáltam, az menni fog. Ezt kell még leméregetnem, hogy ide, hogy jön majd a... Vagy ide is kell pluszba egy kiegészítés. Én ezt most egyelőre nem is értem, hogy ez most hogy fog működni. Hát erre kerül még egy takarólécz. Azt én értem, de belülről hogy lehet bezárni majd? Hát ide kerül egy cilinderzár, de egy fél cilinder. Tehát olyan, aminek csak belül van. Tehát, hogy kívül nem lesz neki, tehát nem lóg át, mint egy normál ajtó. Csak belülről? Csak belülről. És annak van takaróeleme? És annak... Hát van annak a csomagban? Van, nincs. Még nincs is. Tehát... Még megyek az Árkirályba, mert mondtam, hogy ezeket nem tudtam még megvásárolni.